Tankönyvből tornásznak. Testnevelés tankönyv készül őszre az 5. osztályosoknak. Kétkedve fogadták a hírt a szülők és a tanárok. Szakértői figyelmeztetés. Csökkenni fognak a fizetések, ha az alkalmazottak béréből vonják le a társadalombiztosítási járulékok teljes összegét. Köszöntöm Önöket a híradóban! Csökkenhet egyes alkalmazottak nettó fizetése, amiatt, hogy a társadalombiztosítási járulékok kizárólag a munkavállalót fogják terhelni. Ez derül ki egy adótanácsadó cég kimutatásából, amit több szakértő is alátámaszt. A pénzügyminisztérium múlt hétvégén jelentette be, hogy 2018. január 1-től a kötelező társadalombiztosítási járulékok kizárólag az alkalmazottat fogják terhelni. Az összegek kiszámítása, visszatartása és átutalása továbbra is a munkáltató feladata lesz, de a vállalatok megszabadulnak a munkavállalók után rájuk eső társadalombiztosítási adóktól. A PricewaterhouseCoopers nagy elismerésnek örvendő adótanácsadó cég szerint éppen emiatt a vállalatoknak mintegy 22%-kal kellene emelniük az alkalmazottak adózás előtti fizetését ahhoz, hogy azok ne keressenek a jelenleginél kevesebbet. És hiába csökken jövőtől a járulékok szintje a jelenlegi 39,25%-ról 35%-ra, a munkaadónak így is növelnie kell a bruttó bért, mondja a híradónk által megkérdezett könyvelő. Az egészségügyi alapot és a nyugdíj alapot azt átvezetik a munkavállalókra, ami azt jelenti, hogy ezután az alkalmazottól fogja levonni ugyanúgy a munkaadó, de viszont ezek a járulékok egy kicsit fognak csökkenni, de a bruttó bért annyira meg kell emelni, legalábbis a törvényrendelet szerint, hogy nettóban, tehát kézben a dolgozó ugyanannyi pénzt kapja, mint amennyit kapott azelőtt. A magánszférában azonban a vállalatok nem kötelezhetők a bruttó bérek növelésére, kivételt mindössze a minimálbéren fizetett alkalmazottak képeznek. Az intézkedés révén egyébként Románia lesz az első olyan Európai Uniós ország, amely teljes mértékben az alkalmazottakat terheli a társadalombiztosítási járulékokkal. Felső határt szabnak a gyermeknevelési támogatás összegének, ezt Liaul Gucea Vasilescu munkaügyi miniszter jelentette be. Jelenleg a gyermeknevelési támogatást az ezt igénylő szülő fizetése szerint állapítják meg, nincs korlátozva, hogy mekkora lehet ez az összeg. A miniszter közölte, ezen változtatnak, és a segély felső határát 1800 euróban szabják meg, akkor is, ha az igénylőnek jóval magasabb a fizetése. Európa szinten is ez a maximális összeg, ennél többet senki nem fog kapni, fogalmazott a tárcavezető. Hozzátette, legtöbb 2 héten belül elkészül az erről szóló sürgősségi rendelet tervezete. Sajtóértesülések szerint jelenleg van olyan személy, aki havonta 159 000 lejes gyermeknevelési segélyben részesül. Iskola kezdéskor egy tankönyvvel több kerül majd be az 5. osztályosok táskájába, az új tanévtől ugyanis testnevelésből is tankönyvet kapnak a diákok. A vakációban üres a kispad és a mászófal a tornatermekben, az 5-eseknek azonban ősszel már nem csak a sportfelszereléssel, hanem tankönyvekkel kell megjelenniük az órákon. A testnevelés tankönyvek bevezetését Liviu Pop tanügyminiszter jelentette be. Az egyik változat az interneten már elérhető. A tárcavezető szerint a tankönyvet a Román Akadémia és az egyetemi szakoktatók javaslatai alapján állították össze, és ez nem azt jelenti, hogy a gyerekek nem mozogni fognak testnevelés órán. A tornatankönyv ötlete felháborodást keltett a szülők és a tanárok körében is. Előbbiek az újabb cipelendő súlyt nehezményezik. Fülöp Miklós testnevelés oktató szerint a minőségi oktatást más módszerekkel lehetne elérni ezen a területen. Én szerintem jobb lett volna, hogyha bevezettek volna még egy testnevelő órát, testnevelési órát. Eve jobban fejlődtünk volna, vagy olyan szakembereket kellett volna, akár külföldről is behozni ide, hogy minket, mint testnevelő tanárokat oktassanak újabb metódusokkal, újabb gyakorlatokkal, hogy a technika az fejlődik. Ugyanakkor azt mondja, a könyvekre költendő pénzt fontosabb dolgokra is lehetne fordítani, például a tornatermek felszerelésére. A testnevelés tankönyvekre kiírt pályázaton már eredményt hirdettek, 3 változatot fogadott el a minisztérium, amelyekből a tanárok választhatnak. A tankönyveket szeptemberig kell legyártsák a kiadók. Konkrétan ez a testnevelés tankönyv már miniszteri rendelettel jóváhagyásra került, és körülbelül 2, maximum 3 héten belül
nyomdába kerül, onnan pedig szeptember közepéig a tanévkezdésre az iskolapadokon lesz. Ezek azonban csak a román nyelvű kiadások, a magyar fordítással még nem bíztak meg egyetlen kiadót sem, így a magyar diákok leghamarabb a tanév második felében juthatnak hozzá a tankönyvekhez. Módosítani akarja a kormánykoalíció a katonák, a rendőrök és a hírszerzők nyugdíját. Ezt a PSZD és az ALDE vezetői jelentették be a mai koalíciós ülést követően. Liviu de Agnes szerint azok, akik az új jogszabály életbelépése után mennek majd nyugdíjba, már nem kaphatnak a fizetésüknél nagyobb juttatást. Ugyanakkor a speciális nyugdíjakat is csak az infláció mértékében növelik majd, nem az ágazatot érintő béremelésekkel együtt. A PSZD elnöke azt mondta, a jelenlegi nyugdíjak nem csökkennek majd, de nem részletezte, hogy ez a gyakorlatban hogyan valósul meg. A fegyveres szervek alkalmazottainak nyugdíjáról a kormány dolgoz ki rendeletet, hivatalos tervezetet azonban még nem ismertettek. Jelentősen megnőtt a gyógyüdülést igénylők száma a nyári hónapokban. A nyugdíjpénztárak augusztusra több száz igénylési dossziét jegyeztek. Nagy a tolongás a Maros megyei nyugdíjpénztárnál. Sorban állnak az ügyfélfogadónál, hogy letehessék a gyógyüdülésre szóló igényléseiket. Sokan már visszatérő vendégeknek számítanak az üdülőközpontokban. Azt mondják, az üdüléssel egybekötött kezelés gyakran csodát tesz. Kovásznára szeretnék menni októberbe kezelésre. Sok baj van háttal, szívvel, vérnyomás. Segít a kezelés? Segített. Minden évben szoktam menni. Az üdülési kérést minden jogosultnak legkésőbb 30 nappal az indulás előtt le kell adni a elbírálásra. Idén nagyon sokan igényelték a jegyeket, augusztusban pedig kimondottan tumultus van, mondja a megyei nyugdíjpénztár vezetője. Az üdülőközpontokban is nagy a tolongás, ezért szerintem jobban megéri szeptemberben vagy októberben kezelésre menni, mert kevesebb a turista és jobbak a szolgáltatások is. Eddig 6700-an igényeltek kezelési jegyet, 2100-an meg is kapták. A 11. körben, amely augusztus 10-e után indul, 406 nyugdíjas kap kezelési jegyet. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy növelni tudjuk a jegyek számát. A gyógyüdülés teljes ára a kedvezményes jegyből, társadalombiztosításból és az önrészből tevődik össze. Ez nyugdíjasok esetében kevesebb, mint 50%. Fogyatékkal élők esetében a jegy ingyenes. A legtöbben egyébként Szovátára, Kovásznára és Félixfüldőre mennek gyógyüdülésre. Ünnepelt a nyárád mente és jazzt hallgattak Csíkban. Nézzük, hogy miről lesz még szó a folytatásban. Szakképzés. Korszerű autószerelő tanműhelyt adtak át nyárád Szeredában. A beruházást a magyar kormány támogatta. Csíki jazz. Megtelt a hétvégén a csíkszeredai Mikóvár udvara. A jazzzene kedvelői világsztárokat is hallgathattak. Dísztanácsülés, tanműhelyavató, termékvásár és koncertek nyáradmenti napokat tartottak a hétvégén. A rendezvény központja Nyárádszereda volt. Dísztanácsülést tartottak a Bocskai István középiskola dísztermében. Kitüntetéseket adtak át azoknak a személyeknek, akik pontosan 20 évvel ezelőtt tevékenyen vettek részt Bocskai István fejedelem szobrának harmadszori újraállításán. Ezt követően átadták a magyar kormány támogatásával létrehozott autószerelő tanműhelyt. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára is. Tavaly kapták meg erre a támogatást 35 millió forinttal, amelyet a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága juttatott el, és most fejeződött be ez a fejlesztés. Ez azt jelenti, hogy autóipar vagy autószerelőknek az eszközeit támogattuk, illetve kereskedelmi szakközépbe, akik fognak tanulni, azoknak egy fejlesztést oldottunk meg ebből. A beruházás mérföldkőnek számít a nyáradszeredai szakképzés terén, mondja a kisváros polgármestere. Bízunk benne, hogy olyan szakemberek fognak mondjuk 2-3-4-5 év múlva kijönni az iskola kapuin, és olyan emberek fogják elvégezni ezt az osztályt, akikért fognak versenyezni a híres, vagy a mondjam úgy, hogy fontosabb autószerelő műhelyek. A támogatásból kellőképpen felszerelik a tanműhelyt. Mindazok a gépek megtalálhatóak lesznek, amik most egy korszerű műhelyben elvárhatóak. Itt megemlíteném a fékpadot, a futószögállítási lehetőséget, egy 2 tonnás emelőt,
a gumicseréhez, illetve centráláshoz szükséges eszközöket, számítógépes teszter áll a rendelkezésre, hogy elektronikusan is ki tudjuk elemezni az autókat, és természetesen a többi apróbb szerszám. Szombaton és vasárnap Nyárádszered a központjába várták az érdeklődőket. A Nyáradbenti termékvásár mellett esténként koncerteken szórakoztatott a közönség. Vasárnap a sztárvendég Richard Bonai zenekara a Mandacán Cubano koncertjével zárult a 9. Csíki Jazz, Csíkszereda évente megszervezett jazzfesztiválja. A Mikóvárban évről évre egyre nagyobb érdeklődésnek örvendenek a koncertek. Megtelt zenekedvelőkkel a csíkszeredai Mikóvár udvara a Csíki Jazz Fesztivál 3 napja alatt. Volt olyan résztvevő, aki szerint lútbőrözős volt a nézőtéren uralkodó hangulat. A fesztivál főszervezője évek óta Szilágyi Nóra, aki szerint minden úgy sikerült, ahogy eredetileg elképzelték. Mindenki itt volt, akire számítottunk, nagyon sok meglepetés volt a fellépők között, és nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült szerintünk az egész. A nehézség az mindig a pénz, mindig az anyagi fedezet, hogy meglegyen rá, mindig izgulunk, hogy kijöjjünk nullába a végén, reméljük, hogy ez is összejön, de igazából most ez nem is számít, csak az, hogy mindenki érezze jól magát, mert nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen sokan eljöttek, és hogy ilyen magas szintű fellépőket láthatunk. A vasárnap este fellépő sztárvendég Richard Bona volt, aki elmondta, nagyon jól érzi magát Csíkszeredában. Szeretek mindenhova elmenni. Imádok új barátokra szert tenni, és ilyenkor lehetőségem nyílik zenélni új embereknek, új barátoknak. Új emberekkel találkozni azt jelenti, hogy újra felfedezed önmagad, vagy újra meghatározod önmagad. Az újdonság jó dolog, a változás jó dolog. A jazz kedvelők nem csupán a városból és környékéről, hanem távolabbról is eljöttek Csíkszeredába, hogy minőségi zenét hallgathassanak. A sepsiszentgyörgyi Lázár Prezsmer Endre maga is szervez jazz előadásokat, most azonban nézőként volt jelen. Az életem nagy szerelme a jazz, és itt mindig nagyon jó a hangulat itt a várban. Az előzőekben is nagyon jó hangulatú koncerteken vettünk részt, még táncoltunk is színpad előtt, amikor olyan jellegű zene volt, illetve hát utána az Ólommadárban a koncert, illetve a jam sessionök, az fantasztikus volt. A Csíkszeredai Fesztivál nagy vonzereje, hogy a koncertek után hajnalig tartó interaktív találkozón vehetnek részt az érdeklődők az előadókkal. Módosította a Marosvásárhelyi önkormányzata a Vikentelep szabadidőközpont működési szabályzatát. A nyitvatartási idő és az otthonról hozott élelmiszerek elfogyasztásának feltételei is módosultak. Közel egy órás heves vita előzte meg a Vikentelep működési szabályzatát módosító határozat tervezet szavazását. A tervezet eredeti változata ugyanis előírta, hogy megtiltják az élelmiszerek bevitelét a szabadidőközpontba. Továbbá fizetőssé tették volna hétfőn is a belépést kánikula esetén. A szabad emberek pártjának a tanácsosai élesen bírálták az előírást. Repülőtérre alakítjuk a szabadidőközpontot. Mi lesz akkor a bejáratnál? Meg kell majd mutassák a táskájukat, hogy milyen szendvicset, üdítőt visznek, majd a szemét be kell dobják, mert nem vihetik be. Józanésszel gondolkodjanak. Jelenleg hétfőn nem kell belépőt fizetni. A 14-es pontnál most azt írja, hogy kánikula esetén kell fizetni. Mit jelent a kánikula? Hány fokot? És ha a kánikula 16 órától áll be, 12 órakor hogyan lehet elvenni a strandoló pénzét? A szavazáskor végül kissé enyhítettek a vikentelepi szigorítási terveken a Maros Vásárhelyi tanácsosok. A szabályzatot ugye a szellemében kell értelmezni. Azt szerette volna a törvényhoz jelentésen a Marosvásárhelyi tanács, hogy ne legyen eszemiszom, dinom, dánom, mindenhol, bárhol a füvön, konzerves dobozokkal, kompottal és kenyérhulladékkal, hanem az igazgatóság alakítson ki megfelelő helyet, ahol civilizált körülmények között az otthonhoz hozott élelmiszert el lehet fogyasztani. Az élelmiszerek elfogyasztására alkalmas helyek kialakításával a Vikentelep szakigazgatóságát bízták meg. A strandolók szerint egyébként elfogadhatatlan lett volna az élelmiszerek bevitelének a megtiltása, de a városi tanács enyhítő döntése helyén való. Bizonyos helyeken az civilizáltan leülnek, megeszik az élelmet, ott lesz biztos szemétkosár, minden eldobják a szemetet, az
úgy igen. Az önkormányzati képviselők egyébként a nyitvatartási időn is módosítottak. Az este 7 órai zárási időt 8 órára tolták ki, ezt követően már nem lehet fürödni a medencékben. Idén is megszervezi a székelyföldi lovasünnepet Gyergyószent Miklóson a Krígen Sportklub, a Hargita megyei és a Gyergyószent Miklósi önkormányzat támogatásával. A kétnapos eseményen több tucat kísérő program is lesz. Idén szeptember 2-án kezdődik a 10. kiadásához érkezett székelyföldi lovasünnep. Bajkó Tibor főszervező elmondta, céljuk, hogy megtartsák a már megszokott színvonalat, sőt bővítenék is a kínálatot, ebben pedig számít a már megszokott támogatók segítségére, de új szponzorokat is bevonnának a szervezésbe. Úgy gondoltuk, és hát a tárgyalások már folynak is, hogy visszahívjuk mindezeket a produkciókat, a közönség sikert, a legjobb közönség sikereket érték el. Természetesen, hogy bővítjük újabb látnivalókkal, próbáljuk tartani ezt a 60-70 programpontot, amit az elmúlt évben megszokottak mindazok, akik megtiszteltek jelenlétükkel a Gyergyószent Miklósi lovaspályán. Koncerteket szervezünk, szombatesti programot, talán akár vasárnapesti programot is azzal szeretnénk lezárni. Az esemény keretében az idén is megszervezik a gyerekeknek kiírt rajzpályázatot, amelyre 6 és 14 éves közötti gyerekek nevezhetnek be lovakkal, lovas élettel kapcsolatos rajzokkal. A pályázatra szánt rajzokat augusztus 28-áig kell leadni a Krigel Sportklub székhelyén. Szeptember 2-án reggel az esemény keretében kutyakiállítást és fajta bemutatót is szerveznek a helyszínen. Erre is időben várják a jelentkezőket, mert helyszíni nevezést nem fogadnak el. Sikeres volt a Terep Triathlon EB, sporthírekkel folytatjuk. Indul a teremlabdarúgó első ligában a csíkszeredai Imperial Vet, a másodosztályt másodszorra is megnyerő együttes a tavaly még nem kívánt élni a feljutás jogával, és az idén is kérdéses volt, hogy a tulajdonos Görbe Walter vállalja-e a ligaváltással járó többletköltségeket. A beiratkozási határidő előtt néhány nappal azonban eldőlt, ősztől az élvonalban folytatják. A csíkszeredai csapatnál az edzői feladatokat a Székelyudvarhelyről érkező Szőcs Lórán látja el, aki játékosként is pályára lép. Kiváló körülmények között zajlott szombaton és vasárnap Marosvásárhelyen a Terep Triathlon Európa-bajnokság. Európa-bajnokot avattak az elit, az U23-as és az ifjúsági kategóriában, de szerveztek amatőröknek kiírt versenyeket is. A Vikentelep csónakázó tavában amúgy tilos fürdeni, ezt a tilalmat azonban a verseny idejére feloldották. A versenyzők pedig igyekeztek minél rövidebb idő alatt teljesíteni a kiszabott 1 kilométeres távot, azonban alig érték el a partot, már is kerékpára battantak, hogy a somostető tekergős, mikor lejtő, mikor kapaszkodó ösvényein tekerjenek, hogy végül futva tegyék meg az utolsó néhány kilométert. Az ifjúsági lányoknál bronzérmes magyar Sós Fanni alig néhány méterrel maradt le az ezüstről. Nekem ez volt az első komolyabb tereptriatlon versenyem, én országúton versenyzek, szóval nekem ez a biciklis pálya elképesztően nehéz volt, de nagyon izgalmas. A verseny minden energiát kivett a résztvevőkből, többen a célvonal után összecsuklottak, az egészségügyi személyzet próbált lelket verni beléjük. A városról, a szervezésről, magáról, a versenyről azonban pozitívan nyilatkoztak. Filippo Pradella ifjúsági Európa-bajnok elmondta, nagyon technikás és nehéz pálya volt, de éppen ez adta a szépségét. Az biztos, hogy ebben a városban nagy a potenciál, ami a triatlon sportot illeti. Nagyon szívesen visszatérünk még ide, ha egy újabb Európa-bajnokságot vagy hasonló versenyt rendeznek. Az ifjúsági lányoknál az ukrán Sofia Prizsima, a felnőtteknél az olasz Marcello Ugazio, illetve a magyar Pór Brigitta szerezte meg a Terep Triathlon Európa-bajnoki címet. Eddig tartott a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!